Jó estét kívánok, ez már a Kiemelő, itt a Kecskeméti Televízió hírórájában. Rövidesen Hajagos Csaba lesz a vendégünk, aki a Híres Históriák legújabb számáról beszél majd. Betekintést kaphatnak abba az izgalmas rendhagyó órába, amit ma tartottak a piarista iskolában. Rom és területkutatást mutatott be a nemrég megalakult Híres Rescue Team, mely során Mogyi a legügyesebb kutyus akadályokat ugrott át, és megkereste az eltűnt gyermekeket is. De stúdiónkba érkezik majd Lipótné Komjáti Andrea, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun megyei szervezetének igazgatója, és Gulyás Mihályné, 104-szeres véradó, akikkel a véradásról fogunk beszélgetni. Ezt követően pedig a gesztenyés ételek kerülnek terítékre. Megmutatjuk, hogy miként lehet felhasználni a konyhában ezt a gasztronómiai alapanyagot. Kezdünk is! Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a véradás, hiszen nagyon sok embernek van szüksége erre az éltető erőre. Ma rendezték meg Kecskeméten megyei szintű véradó ünnepséget, pont azért, hogy megköszönjék az eddigi segítséget, és hogy újra felhívják a figyelmet a segítségnyújtásra. Lipótné Komjáti Andrea, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun megyei szervezetének igazgatója, és Gulyás Mihályné, 104-szeres véradó a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem lehet elégszer hangsúlyozni, de mondjuk el, miért is fontos a véradás? Ezt talán egy mondatban is össze tudnám foglalni, mert semmivel nem pótolható. Azt gondolom, hogy ez mindent elárul. Sok esetben ecseteljük balesetek, vészhelyzetek kapcsán, hogy mennyire szükség van rá, de igazság szerint ez a titok, hogy kénytelennek vagyunk önzetlen segítségét kérni minden véradónak, aki erre hajlandóságot mutat. Kecskeméten mekkora számban adnak vért? Kecskeméten hetente az intézeti véradások, tehát bent a vérellátó központban megjelent véradók száma olykor 100-nál is több. Ez országos szinten is kiemelkedő, és emellé csatlakozik még be az a rengeteg kitelepülés, ami sokszor nem is hétköznap, hanem hétvégén is zajlik. Nagyon rugalmasak ebben a vérellátó munkatársai. Mennyi vérre van szükség az országban? Az országban naponta az egyenletes és biztonságos gyógyításhoz szükséges vérmennyiség az 1500 egység vér. Ehhez nekünk 1600-1800 donort kell toboroznunk naponta egy-egy véradó eseményhez. Az előzetes beszélgetésünkből kiderült, hogy az 1800 véradó közül bizony csak 1500-an alkalmasak arra, hogy vért adjanak adott esetben. Mitől függ ez? Milyen feltételeknek kell megfelelni? Hát igen, általában egy 10%-ra tehető a megjelent véradók közül a kiszűrési ráta. Nagyon-nagyon sok minden befolyásolja. A donor egészségi állapota. Ugye hangsúlyozzuk, hogy valaki akkor legyen véradó elsősorban, ha egészségesnek érzi magát. Sokan egészségesnek is érzik magukat, és aztán eljönnek, és egy orvosi vizsgálat a szűrés alkalmával kiderül, hogy bizony ingadozó a vérnyomásuk, vagy az elmúlt időszakban antibiotikumot szedtek, ez kizáró ok, egy kullancs csípés, egy piercing, egy tetoválás, például fél évre kizáró ok. Azután természetesen szívesen látjuk a donort újra a véradók táborában. Sokakat megérint, és talán adott esetben motiválóbb egy irányított véradás. Ez hogyan működik? Az irányított véradás a véradásnak az a fajtája, amikor célirányosan egy bizonyos embernek szeretné az adományozó a vért adni. Igazság szerint én el szoktam mondani, hogy leginkább az áthidaló megoldás, hogyha az egyenletességre törekszünk. Ha hirtelen baleset van, vészhelyzet van, és valakinek mondjuk az a vércsoport hiányzik, akkor úgy is hívjuk azt a vércsoporttal rendelkező véradókat, hogy rendkívüli véradásra jöjjenek be. Az összefogásnak hatalmas ereje van, de azt hangsúlyoznom kell, hogy irányítottan csak vércsoportazonos vért lehet adni.
és hogyha valaki huzamosabb ideig gyógykezelése szorul, akkor neki nem feltétlen segítség az, hogyha 30 vércsoport azonos vérű donor irányította neki ad vért, mert aztán neki 2 hét múlva is szüksége lesz majd bizonyos mennyiségű vére, mondjuk 10 egységre, aztán újabb 2 hét múlva is, és ez így megy a gyógykezelés végéig. Tehát igazából az egyenletesség lenne az, ami ennek kulcsmondata lehetne. Erzsébet, ön 104-szeres véradó, ez csodálatosan szép szám. Mióta teszi ezt, és önt mi motiválja? Hát 40 éve adom a vért, tehát csak az, hogy segítsek valakin. Volt egy rossz élményem, 2, sajnos családi gondok voltak, gyermekeimet elveszítettem, és akkor megfogadtam, hogy addig, ameddig én tudok vért adni, egészségem és minden közbejáró ahhoz, hogy adjak vért, akkor adok. És ez nagyon jó. Volt erre már példa, hogy ilyen módon megköszönték az ön segítségét? Hát volt, nagyon sokszor kaptam már elismerést, oklevelet, mindent. Ez most megint nagyon, nagyon szép, viszont nagyon jó az, amikor megkapom az SMS-t, hogy kivitték a vért, amit tegnap adtam, azt, vagy a múlt héten adtam, azt tegnap felhasználták, vagy ma használták föl. Ez megint egy nagyon szép gesztus, és jó esik annélkül, hogy az ember várná azt, hogy megköszönjék. Amikor beszélgettünk kint, az is elhangzott, hogy ez tulajdonképpen valahol a szenvedélye is, tehát hogy hiányzik is önnek egy idő után, ragaszkodik ehhez a jó szokáshoz. Hát igen, tehát nem tudom, igazán a szervezetem, tehát úgy érzem, hogy most nekem el kell mennem és vért kell adnom, amellett, hogy bármi jelit érezném. Lehet inkább, hogy agyilag döntöm ezt így el, hogy na most elmegyek és adok vért, mert tudom, hogy úgy is fog kelleni, annélkül, hogy hívnának. Az új véradók toborzására is nagy hangsúlyt fektetnek. Így van. Hát mi leginkább a kezdőket szeretnénk megfogni, ezért a kecskeméti középiskolákban is, de Bács-Kiskun megyében, megyeszerte szervezünk felvilágosító előadásokat a végzős, már 18. életévüket betöltött tanulók számára. Hogy úgy mondjam, megkínáljuk őket ezzel a lehetőséggel. Nem szeretnénk őket elengedni anélkül a főiskolai tanulmányaik irányába, hogy ezzel ne találkoznának. És 2 év kimaradás után most újra megcéloztuk a felsőoktatásban tanulókat, hallgatói véradások címmel indítottunk egy újabb kampányt, az eddigiektől eltérően most nem maguk a főiskolák versengerek egymással, hanem a hallgatók egyénileg vagy csapatba összecsoportosulva, amihez kapcsolódik egy nyereményjáték kampány is, hogy minél motiválóbb legyen ez a dolog. 2019. október 10-től 2020. május 15-ig tart ez a kampány, nagyon-nagyon sok értékes nyereménnyel. Ennél többet most azt gondolom nem mondanék, mert akit érdekel, az úgyis megkeresi ennek a lehetőségét. Rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és minden jót kívánok ehhez a szép célhoz, aminek a szolgálatába álltak. Köszönjük szépen! Rom és területkutatást mutatott be a nemrég megalakult Híres Rescue Team a Kecskeméti Piarista Iskola 4. osztályosainak. Mogyi által sarat, átugrotta az akadályokat és megkereste az eltűnt gyermekeket is. A kereső kutyus nagy sikert aratott az udvaron. Mogyi nem a Piarista Iskola új kabalája, bár az biztos, hogy a gyermekek kedvence. A Híres Rescue Team keresőkutató csapatának tagjai látogatták meg a 4. osztályosokat, és mutatták be nekik, mire is képezik ki a kutyusokat. Nem a pisztolyt figyeli egyébként, hanem által a mozgásomat. Meg tudunk állni, bármit csinálni, el tudunk rakni. Mogyi nem csupán az alapparancs szavakra hallgat, fegyveres támadásoknál is be lehet vetni, de akadályokat is átugrik, ha kell. A
A híres Rescue Team képzett kutyái romokat is át tudnak kutatni, és jeleznek, ha ember találnak. A gyerekeknek több feladat végrehajtását is bemutatta Trencsényi Péter barátjával, Mogyival. Először kezdtük egy alapengedelmességi bemutatóval, ahol az alapfeladatokat ő fekszik, áll, odajön hozzám, végrehajtja a feladatokat, amiket én utasítom. Utána révén, hogy katonák vagyunk mind a ketten, katonai fegyveres mozgásokat, ilyesmiket mutattunk be. Majd ezután a keresőmentést is, szagmint alapján is, eltűnt szemét is, területátvizsgálást, illetve utána pedig a gyerekekkel egy kis játék, hogy levezessük ezt a kis feszültséget náluk. Mi az, amire be lehet vetni például Mogyit? Hát akár katasztrófa helyzetben, árvíz, hó helyzet, ne adj Isten még egy vörös iszap, vagy bármilyen olyan természeti katasztrófánál, ahol eltűnt személyeket kell keresni, minél rövidebb idő alatt. Itt ez a lényeg, ugye pár perc alatt vizsgálhat egy hektár területet, ezért az időfaktor az nem mindegy. Nagy területet gyorsan tud átvizsgálni, ezáltal nekünk megmutatni, hol van az ember, és megkezdeni a mielőbbi ellátását a sérültnek. A híres Rescue Team csapata a katasztrófa helyzetekre van kiképezve, de nem is kell messze menni ahhoz, hogy igénybe vegyék a kutyákat és kiképzőiket a különböző szervek. A mentősök munkáját már most is tudják segíteni. Aktuális a téma, ugyanis itt, ahogy jönnek be a hidegek, közeledünk a télhez, ami nagyon-nagyon súlyos kórkép, a kihűlés. Ez előfordulhat elkóborolt személyeknél, akik idősek, demensek, pszichés betegek, akár alkohol vagy drog hatása alatt lévő betegek, akikkel nyáron semmi probléma nincs, elalszanak a csillagos ég alatt. Itt a 8-10 fokos éjszakák már veszélyesek, főleg akkor, hogyha eszméletlenné válik ez a beteg, ugyanis az eszméletlenségnél egy teljes reflex hiány alakul ki, egy areflexia, megszűnik a hőháztartás reflexe, és gyakorlatilag nem didergünk, mint ahogy egyébként dideregnénk normál helyzetben, nem termelünk hőt, ezért az eszméletlen beteg fölveszi a külső hőmérsékletet, tehát az ő teste fölveszi a környezetnek a külső hőmérsékletét, nagyon gyorsan ki tudnak hűlni, és a másodperceknek is jelentősége van ebben a kórképben, tehát ezért kell nekünk Mogyi és a hozzá hasonló mentőkutyák, keresőmentőkutyák, hogy megtalálják, segítsenek nekünk megtalálni ezeket a személyeket, és minél gyorsabban el tudjuk őket látni, vagy elkezdeni az ellátását. Amire képzünk is, és folyamatosan képződünk, igen, a katasztrófa helyzetek. Nyilván ezek azok a szituációk, amikkel soha nem akarunk találkozni, de elképzelhető. Földrajzilag egy nagyon jó helyen vagyunk ebből a szempontból, de a klímaváltozás hozhat nekünk bármit, ezért folyamatos készenlétben vagyunk. Igen, tehát egy árvíz helyzetnél, egy olyan katasztrófa helyzetnél, ahol adott területen nagy számú sérült van, és a mentőerők nem megfelelő számban állnak egyszerű objektív okok miatt rendelkezésre, ők azok, akik segítenek nekünk megkeresni a valóban súlyos, valóban leggyorsabban segítségre szoruló embertársakat. A fiatalok itták minden szavát a kiképzőnek, főleg, hogy a tanulók részesei is lehettek az izgalmaknak. Én elbújtam egy katonai sátorba, és a Mogyi megkeresett engem. Na és milyen érzés volt, amikor megtalált? Hát kicsit fura, mert azt hittem, hogy teljesen összeszek nyálazva. Hát kicsit összelettem, de egyébként nagyon-nagyon jó érzés volt. Milyen sok mindenre meg lehet tanítani egy ilyen kutyát, és hogy milyen jó, hogyha egy ilyen kutya hogy tudja megkeresni az embereket, és szagminta alapján, meg ahogy a labdát szereti, meg hogy a jutalmai, meg ilyenek. Nekem azt tetszett, amikor így megkeresett kettő ember közül szagminta alapján az egyiket. Nekik jobb a szaglásuk, és sokkal gyorsabban megbírják keresni, mint az emberek, és uvatással is tudják jelezni. A híres Rescue Team nemrég alakult, jelenleg 16 fővel és 5 kutyussal dolgoznak. Várják, hogy mikor, hol tudnak segíteni, hiszen az a legfontosabb a tagok számára, hogy életeket mentsenek meg.
mentőorvos is, most már esetleg mentőorvos is, mentőtiszt, mentápolók, tűzoltók kollégák, illetve kutyások, búvármentő, motorcsónakkal, illetve két alpintechnikás, egy hölgy és egy úriember, aki alpintechnikával tud nekünk segíteni. És hát természetesen várjuk majd, akik ilyen témakörben dolgoznak, illetve szeretnének tevékenykedni, hogy csatlakozhatnak hozzánk mindenképpen. Most már annyira jól áll a helyzet, hogy most már teljesen hivatalosan működik a dolog, cégbíróság bejegyzés, illetve holnapi nap lesz egy tárgyalásunk a szövetség elnökével, ahol végül is most már hivatalosan is a 13. ilyen mentőcsoport lesz Magyarországon, és minden támogatást és illetve 112-es segélyhívóval a riasztást mi is kapjuk, hogyha Bács megyében történik ilyen, akkor betelefonálunk 112-re, és mi azonnal megkapjuk a riasztást, és tudunk is indulni. Gondolom, hogy akkor több alkalommal is el fognak menni a kutyusokkal az iskolákba. Így van, tehát ezt a mentés mellett, illetve a főállás mellett, ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden iskolába, óvodába, bölcsödébe, oda még annyira nem, de óvodákba mindenképp, meg iskolákba, hogy megmutassuk, hogy van ilyen csoport, tudjanak róla, ne féljenek a kutyáktól, ha eltűnne bárki, akkor tudunk segíteni, és meg az egészségnevelés, most is egy kis elsősegélyi oktatásban is részesítjük a gyerekeket egyúttal. Mogyi, bár egy kiképzett kutya, úgy játszott a gyerekekkel, mintha csak ez lenne a dolga. Nem csak a negyedikesekkel barátkozott főhősünk, hanem velünk is, különös figyelmet szentelve a kameránknak. Megjelent a Kecskeméti Média Centrum helytörténeti magazinjának őszi kiadása, melynek ismét minden egyes lapja érdekes, különleges információkat tartalmaz. Hajagos Csaba történész, a Híres Históriák felelős szerkesztője a vendégünk. Szia! Sziasztok, jó estét kívánok! Mesélj nekünk erről a jubileumi számról, illetve arról, hogy az eddigi kiadványokra mekkora az érdeklődés? Mindenképpen fontosnak tartom első körben elmondani azt, hogy ez a 10. számunk, mondhatni, és még lesz egy ebben az évben, ami első világháborús tematikával fog majd készülni. Azt kell összességében elmondani, hogy az összes eddigi szám visszamenőlegesen elfogyott, tehát ez az érdeklődés, hogy is mondjam, szintjét azért mindenképpen kiemelés elárulja. Gyakorlatilag mindig nagyon várják ezt az emberek, és ugye hát az adott értékesítési helyeken mérhető ez jobbára, hogy mekkora rá a vételi igény. Ebben a kiadványban miről olvashatunk? Hogyha először ugye rá meglátjuk, akkor látjuk ezt a képet, hogy a református tanítóképző születése a fő témája. Igen, hát nagyon homogén ez a kiadvány is. Azt kell, hogy mondjam, hogy több területen az évfordulók és jeles épületek 9 szerző írásait olvashatjuk ezen tematikákban. 71 oldalas terjedelemben kommunikál a 10. számunk. Egy picit kevesebbre terveztük, de megint nagyon szépen összejött az anyag, és a szerzők nagyon komolyan aktivizálták magukat. Így van, ahogy erre utaltál is, református tanítóképző. Picit azt gondolom, hogy összefügg azért a kecskeméti felsőoktatás történetének taglalásával a jogakadémia, a jogakadémisták történetével, dr. Nánási László és ugye Bezsenyi Ádám a tanítóképző épületének történetével ebben nyújt betekintést. Ugye 2020-ban lesz 90 éves ez a Kaszap utcai tanítóképző intézet, amelyet már valójában 1912-től megpróbálkozott a református egyház, a kecskeméti református egyház kezében működő szándék, egy leány internátus és egy leánynevelő intézet létrehozására irányuló szándékot megvalósítani, de ez majd csak 1930. október 16-án jött létre valójában, az épület ekkor került átadásra, Horthy Miklós és Ravasz László református püspök jelenlétében. A cikk nagyon érdekes tartalmakat szolgáltat a református, úgymond, Kaszap utcai tanítóképző intézetben viselt egyenruhák, az épület tervdokumentáció, és nagyon sok olyan érdekesség, amelyről eddig nem tudtunk. És akkor menjünk tovább, hiszen rengeteg témát érint ez a kiadvány is, a kecskeméti Ferences barátok történetét, vagy a Cifrapalota múltját. Igen, hát ami nagyon érdekes, Péterné Fehér Mária valójában összefoglalta azt, amit nagyon sokféle módon sokfelől hallottunk, tudtunk a kecskeméti Ferences
rendház, a ferences barátok, a ferences szerzetek és Kecskemét kapcsolatával párhuzamosan, a barátok templomának, mint névadó ferences rendnek a kapcsolatáról. Nagyon érdekes volt például, ebben az írásban olvashatjuk a kecskemétiek könyörgő levelét a hódoltság időszakában, hogy az akkor föllépő paphiány következtében hogyan szomjazták azt, hogy legyen itt egy állandó lélekgondozás. A kecskeméti tűzvész kapcsán a ferences szerzetesek segítsége a város számára, a város barátai, a nép barátai lettek. A kolostor épülése, ugye most pontosan a Kodály Intézet átalakítása kapcsán van ennek a cikknek is újfent apropója, ugye 1700 és 1722 között épül az a kolostor, amit most átalakítanak, és 1975-ben a Kodály Intézetként működik tovább. De sorolhatnánk azokat a nagyon érdekes információkat, amelyeket valójában az 1950-es államosítás, a ferences rend felszámolása zár. Tehát gyakorlatilag ezt a bizonyos időszakot mutatja be az érdeklődők számára. Találhatunk portré jellegű történelmi cikkeket is, mikről, kikről szólnak. Így van, a portrékban olvashatunk szintén református vonatkozásban dr. Hetesi Kálmán, a Kecskeméti Református Egyházmegye esperesének 75 éves évfordulójáról, valójában halálának 75. évfordulójáról, de kiemelném Zsitvai Tibort, aki azt gondolom, hogy minden kecskeméti számára nagyon fontos személy, hiszen országgyűlési képviselőnk volt, 50 éve hunyt el, 1926 és 27 között az országgyűlés elnöke volt, majd 1930 áprilisában ő avatta fel a Katona József emlékművet, úgyhogy nagyon-nagyon, hát is mondjam, prominens kecskeméti személyiség volt igazságügyminiszterként. Azt gondolom, hogy nagyon sokat lehetne még erről beszélgetni, de akinek felkeltette az érdeklődését, ez a kis ízelítő, az a híres históriákban még további érdekes dolgokat olvashat. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Kora ősszel érik, és tavaszig friss maradhat tartósítás nélkül a szelíd gesztenye a héjában. Nem véletlen, hogy a téli és őszi időszak egyik kedvenc gasztronómiai alapanyaga. Sokan püré formájában vagy cukrász sütemények alapanyagaként ismerjük leginkább, ennek ellenére érdemes a mindennapok gasztronómiájában is alapanyagként használni, főként markáns íze és krémessége miatt. A szelíd gesztenyéről sokaknak a téli vásárok forgataga és az a rendkívül finom illat jut eszébe, amelyet tulajdonképpen a kályhában sült gesztenye áraszt magából és ont magában. Ettől függetlenül azért a gesztenyét nagyon sok mindenre használhatjuk. Garaci János mesterszakács konyhájába látogattunk el a mai napon, aki azt gondolom, hogy nagyon sok tippet tud nekünk adni, hogy egyáltalán mire is jó a gesztenye, tényleg milyen ételekben használhatjuk föl ezt a nagyon finom gyümölcsöt. Hát elég tág a területünk, ahol lehet használni. A gesztenyét ugye őszi időszakról beszélünk, és elmondtuk itten, hogy a vásárokon már az egyik sláger, ugye, amikor sütjük, viszont nekünk itt a konyhába, hát a szerencsés helyzetünk talán az, hogy most már egész évben hozzá lehet jutni azért, de hát a mélyhűtőt mégse olyan, mint mikor frissen készítjük el, és frissen kapjuk meg a gesztenyét. Krémeket lehet belőle készíteni, a cukrászkonyha nagyon sok olyan készítményt készít belőle, amivel desszertek készülnek. A meleg konyhán levesek készítésére, raguk készítésére, egyéb töltelékekbe, párosítva gyümölcsökkel, egyebekkel nagyon sok mindenre tudjuk használni a gesztenyét. Mennyire könnyű alapanyag a gesztenye, vagy mennyire markáns az íze? Mondjuk, hogyha valaki otthon kísérletezik vele, akkor mennyire merje megtenni? Azért a gesztenye eléggé markáns, úgyhogy avval óvatosan kell bánni. Természetes az ízvilága annyira jó, hogy azért azt szeretjük, hogyha kiérződik belőle. De vegyük csak mostan épp az őszi időszakra, vagy karácsony környékére, amikor a gesztenyével töltött pulykára gondolunk, és egyre többet készítünk belőle. Hát ez egy olyan régi ételünk, azt hiszem, amit nem szabad elhanyagolnunk, és ezt minden évben elővesszük karácsony környékén. Aztán évközben ugye szezonálisan, mondjuk azt, hogy azért őszi ételnek a gesztenye, az inkább az ősznek az egyik jellegzetes olyan nyersanyaga, amit akkor
Igaz, hogy már most egész évben hozzájutunk, ahogy említettem, hogy a cukrászipar az azért tudja használni évközben is. Mi azért ilyenkor használunk többet el belőle a gesztenyéből. Amit lehet párosítani gyümölcsökkel, az ősz különböző termékeivel, a sütőtökkel és egyébbel, ezek nagyon megférnek együtt, de ugyanúgy mondhatok egyéb gyümölcsöket, őszi-téli gyümölcsöket, amikkel hát nagyon nagy szeretettel párosítjuk, és lehet a gesztenyét adni. Ezt vegyesen is lehet adni, lehet pürésíteni, de lehet egy jó gesztenyekrémlevest készíteni. Hát ezek mind azok az ételek, amiket előszeretettel készítünk itt a karácsony. Így a gesztenye kapcsán csak az jut eszembe, hogy az embernek az a képe alakul ki a gesztenyéről, hogy fönn van a fán, lepottyan, finom, kész. De hogy az alapanyag minőség szempontjából van-e különbség gesztenye és gesztenye között? Egyáltalán hogyan válasszunk jól? Hát mindenféleképpen a gesztenyét, az egészséges formáját meg kell nézni, mennyire apró szeműek a gesztenyék, vagy egy kicsit nagyobbak. Ugye itt a minőség befolyásolja az ízvilágot is. Ez ugyanolyan, mint egy gyönyörű, szép érettalma, meg egy kisebb azért. Nem mindig szokott az ízviláguk egyforma lenni nekik, de lehet ezt másik gyümölcsökre is mondani. Itt a gesztenye esetében is ugyanúgy meg lehet, hogy ezek nem olyanok. Természetesen, hogy itt is előfordulhat, hogy különböző rákcsálók és kártevők is belemennek. Hát akkor van gondunk, főleg, hogyha ezt csak úgy sütjük sütőbe, vagy ahogy említettük már a vásárokon, sütik a faszénparázson. Hát azt nagyon-nagyon szeretjük, de akkor ott vigyázni kell azért, amikor kibontjuk, megnézzük, hogy van-e ilyen kártevő benne, esetleg nehogy véletlen azt is elfogyasszuk. És természetesen, amikor hát a gesztenyét előkészítjük, akár a sütéshez, egy picit megmossuk, beáztatjuk, utána négy odarul belevágunk keresztvágással, és úgy tesszük be a sütőbe, pirítjuk. Amikor az szétnyílik, azért már ott látjuk, hogy ez nagyon jó minőségű, és nyugodtan használhatjuk. Hát azt gondolom, hogy gesztenyés tippekből talán ennyi elég. Egyetlen egy dolgot tudunk hozzáfűzni, hogyha az ember úgy dönt, és mondjuk nem főzni szeretne, vagy sütni főzni gesztenyével, akkor önmagában nasolnivalóként is kiváló étek. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma nyugdíjas magazinunkat, a Siestát láthatják. Üdvözlöm! Ön a Siesta legújabb adását látja. Az ősszel kapcsolatban mindenkinek a borongóság, a melankólia jut eszébe. Ennek ellenére azért igyekeztünk mai műsorunkban felfedezni a szépségeit az ősznek, legalábbis a gasztronómiai téren mindenképpen. Hogy mi az, amit ilyenkor érdemes elkészíteni, milyen alapanyagokból érdemes építkezni, erre kerestük a választ, méghozzá nem is akárkivel, Garaci János venezdíjas mesterszakáccsal. Hogy milyen tippeket adott, ezúttal ezt láthatja most. Ha arról beszélünk, hogy tél vagy ősz, ugye a kettő talán egy kicsit nehezen elválasztható egymástól, mostanában pláne, akkor mik azok az étkek, amik jellegzetesen és a házi konyhára gondolva egyből eszedbe jutnak, amiket ilyenkor az emberek szívesebben fogyasztanak? Hát én úgy érzem, hogy ha visszagondolok a gyermekkoromra és a régi időkre, ugye a négy évszaknak mindig megvoltak azok a megfelelő szezonális alapanyagai, nyersanyagai, és hát azokból mindig tudtunk meríteni, mindig tudtunk azt hiszem olyan ételeket a vendégek elé tenni, ami hát újszerű volt, vagy nekik mindig aktuális volt. Ma már egy picikét túlhaladtunk ezen, hisz vannak olyan alapanyagok, amit egész évben kaphatunk, egész évben hozzájutunk, de azért mégis elmondhatom, hogy azért az ősznek például egy birsalma, az kimagaslóan. De vannak körtefélék, amik szintén arra is mondhatom. Aztán itt most gyümölcsökről beszéltem, mert hát még a szöllőt is majdnem azt mondhatom, hogy ide sorolhatnánk, de azért szöllőből egész évben már hozzá tudunk jutni.
De maradjunk a hazai termékeknél is, és én úgy érzem, hogy ezek, hát a zöldségek világában én úgy érzem, a ilyenkor a friss savanyú káposzta például, mert egész évben lehet savanyú káposztát, de amikor már egy őszi savanyú káposztát következő év nyaráig tartunk, azért ott már egy picike kis ízeltolódásokat észlelünk, most ilyenkor pedig a legfrissebből elkészítettek a legcsodálatosabbak. De hát jönnek az őszi időszakokba például a vadászati lehetőségek, a vadhúsoknak a fogyasztását mindig kevésnek találom, és én szeretném, igaz, hogy az árakban nehézebben találni olyat, ami mindenkinek megfelelő, de mégis azt mondom, hogy lehetőségünk van, és a lehetőségekhez szerint használjuk ki ezt az alkalmat. Itt vannak a halak esetében például. Az őszi halaknál a finomabb, ilyenkor az egyik, például a pontyokban is, a legfinomabb időszakban vannak a pontyok, amikor ősszel vagyunk. Házi állatok közül. Ugye most már napjainkban a Mártonnap környékén a liba ételek, a libákból készült ételek, hát olyan csodájára járnak a vendégek, vagy legalábbis egy ilyen státuszszimbólum. Nem is tudom, hogy minek lehet mondani, de mindig, amikor elmondják azt, hogy aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik, az emberek ezt megszívlelték, és hát igyekeznek mindenki betartani, és eljönnek. De hát sorolhatnám még így az őszi időszakban, amikor eljönnek azért a disznóvágási időszak. Ezt azért említettem a gyermekkoromat, mert hát arra tettem vissza, amikor a szép emlékeim itt megmaradtak, és egy disznóvágási napon a disznótoros ételek az egyik, azt hiszem a számunkra, mint magyar embereknek, magyar konyhának a legcsodálatosabb ízvilág jut eszébe, amikor abból a frissen levágott és még nem hűtőbe tett húsból készítünk friss pecsenyét, abból főzünk orjalevest, vagy a kolbásznak elkészített húsból kilopnak a házi asszonyok, kivesznek, az az első nekik, hogy jönnek érte, hogy a töltött káposztát be tudják csavarni, el tudják készíteni, és az esti vacsorához meglegyen a töltött káposzta. És hát itt még nem is akartam tovább sorolni a hurkaféléket, a májpörköltet, és egyebeket, ezek mind-mind olyan ételek, amik az őszhöz, a télhez kapcsolódóan elmondhatunk. Hát itt említetted a töltött káposztát, és említettél jó néhány olyan ételt, ami azért hát nem kifejezetten a könnyed ételek kategóriájába tartozik, legalábbis a gyomor szempontjából. De vannak-e praktikák, amikkel mondjuk azért egy töltött káposzta is kicsit könnyedebb tud lenni, mondjuk azok számára tippet adva, akik már nem bírják annyira könnyen a nehéz étkeket? Én természetesen egyből az erdélyi konyhát veszem a szem előtt, hisz a magyar konyhának egy fejlődési folyamata Erdélyből. Igazán mondhatom, hogy az erdélyi konyhának a jellegzetes ételeiből alakultak ki, és nagyon híres szakemberek, Kövi Pali bácsi, meg még lehetne sorolni nagyon sokat, szakíró is volt, és nagyon nagy szakember is volt. Hát csodálatos ételeket, és a töltött káposzta esetében is a savanyú káposztájuk olyan az erdélyieknek, hogy annak csodájára lehet járni. Ők nem paprikázzák be, nem sűrítik rántással, tejterméket használnak inkább, és egy kis paradicsomot használnak, viszont a fűszerezettsége, akár a csombort, ha említem, ezek annyira könnyítté és élvezhetővé teszik, hogy nem biztos, hogy nekünk csak a zsírba úszott töltött káposztára kell gondolni, hanem valami ilyen hasonlóra. De ugyanezt elmondhatom a káposztafélék esetében, ugye nagyon sokszor készítettem én jó magam is, de talán édesanyám konyháján láttam, amikor a birkahússal, ilyenkor ősszel paradicsomos káposztát készített. Káposztát, egy kevés paradicsomot, és hát a hús abba főtt meg. Egy csodálatos ízvilágú étel volt, nem volt zsíros, nem volt neki olyan nehéz értéke. Talán a káposztának arra kell vigyázni, aki esetleg
hajlamosabb rá, ugye a káposzták, ezek fölfújják az embert, ezekből esetleg kevesebbet. De az ételek esetében én általában azt szoktam, és ha a nehezekről is beszélünk, hogy azért van tél, azért van egy évben egyszer-kétszer vágunk disznót, nem minden nap kell megenni. Egy alkalommal lehet, természetesen, hogy aki rögtön észreveszi ezt az étkezést a gyomrán vagy egyéb, akkor ott óvatosabban kell abból étkeznie neki. Valahogy úgy kell összeválogatni, de én úgy érzem, hogy egy jó orjalevest, ha valaki megeszik, és ehhez egy friss pecsenyét még egy kis kompóttal, vagy egyszerűbb körettel megeszik, mert általában a disznóvágásos étkezéseknél, a vacsoráknál már tömény köreteket kevésbé adunk. Ugye, ha töltött káposztát kóstolnak a vendégek, akkor úgy egy disznótoros köretbe általában a hurka kolbász mellett, pecsenye mellett a párolt káposzta megjelenik, de akkor már nem adunk káposztát, akkor már csak magát a sültet adjuk, és nagyon finom házi befőtteket, amiket ilyenkor már elő tudunk venni, de ugyanúgy a házi savanyúságjaink is megjelenhetnek, és ezekkel azért egy kicsit könnyébbé tudjuk tenni. Azért abból, amit elmesélsz, nekem az világlik ki, hogy egyetlen egy alapszabály van a birsalmától a töltött káposztán keresztül a vadhúsokig, hogy ne féljünk az ízektől, ne féljünk a fűszerektől, jól mondom? Igen, nagyon jó, és hála Istennek én úgy érzem, hogy az utóbbi időben a háziasszonyok is nyugodtan mondhatom, hogy egyre többen, hisz ha részt veszek egy főzőversenyen, egyre ugye manapság, ha valahol ünnepség van egy városban, egy településen, egy faluba, ott mindig megjelennek a bográcsok, mindig megjelennek ma már a grillezett étel, vagy a grillen tárcsán süthető ételek, és hát az emberek itt bemutatják azokat a régi hagyományápoló ételeket, amik hát én azt hiszem, hogy nem szabadna elfelejtenünk, és ezt tovább is kell adnunk, meg kell őriznünk, és emellé, ahogy említettük a birsalmát, ugye napjainkban a liba ételek mellett most nagyon sok birsalmát el tudtunk adni. Én úgy érzem, hogy egy jó mézes, egy elő, akárha kompotot készítünk belőle, akárha egy picit elősütjük, vagy megpároljuk egy kis vajba, egy kis borba, egy kis tokai borba, egy kis mézet csurgatunk rá. Ezek mind-mind olyan ételek könnyebbé teszik, és hát a gyümölcsköreteknél nagyon-nagyon nem tudok elképzelni jobbakat, mint az. Persze, hogy akinek a cukorháztartása magasabb, ott óvatosabban kell ezekre vigyázni, de mindenféleképpen én javaslom, hogy ezektől ne féljünk, és hát ha vadakra visszatérve, a vadakból is olyan ízvilágot tudunk, olyan zöld fűszernövényeket, a kakukkfűtől, ahogy említettem az előbb a káposztánál a csombort, itt a kakukkfűnek a használata, a pácolási eljárások, a pácleveknek az elkészítése, ebbe természetesen, hogy több hagymaféle benne van, lefőzzük, ezek zöldségfélék benne vannak, a borókabogyótól, a babéllevéltől, és mondtam az előbb, a kakukkfüvet említettem, ezek mind-mind benne vannak, ahogy egy kicsikét ezt felforraljuk, kihűtjük, és ebbe érreljük a húsokat, benne hagyjuk egy éjszakát, kettőt, nagyon csodálatosan átveszik ezt az ízt, és hát kimondott jó ételeket tudunk készíteni. Végezetül már csak egyetlen egy kérdés, ami viszont az otthon sütőfűző még nem teljesen profi szakácsoknak szól. Inkább a receptet kövessük, vagy merjünk kísérletezni? Mit ajánl a mesterszakács? Hát nehéz nekem most hirtelen ajánlani. Én természetesen, hogy azt ajánlom, hogy merjenek kísérletezni. Ugye napjainkban nagyon sokat látunk főző műsorokat, igazából nem is tudom, nem is akarom talán minősíteni néha azt a hangnemet, meg egyebet, amit úgy a főzőműsorban látok. Ők ezt otthon ne képzeljék, otthon úgy képzeljék el, hogy előveszik, és nagyon szép dolgokat tudnak készíteni, sütni, főzni a háziasszonyok, és ezeket a szakirodalmakat, amiket hát egyre több megjelenik, ezek legyenek alapok. Ez egy olyan támpont, hogy belenézek, körülbelül ennyi kell bele,
És akkor azt óvatosan, folyamatosan teszem hozzá, hogy az ízvilágot kialakítom, nagyon sokat kóstolom, és a legvégén, amikor egy sikeres étellel találkozok, az maradjon meg a kompjúterba. Ezek a klasszikus ételeink, amikről itt beszéltem a téli időszakról, ez megvan a nyárra is, megvan a tavaszra is, a húsvét környékére, a karácsonyra, egyébre. Ezeket az ételeket azért hagyjuk meg az utókornak is, adjuk át, mert ez ami, azt hiszem, a jövőnk is, hogyha a múltunkat tiszteljük. Ha véletlenül önnek is megjött az étvágya, nem csodálkozom. Receptekkel és főzési tippekkel is fogunk foglalkozni a Siestába, mint hogy egyéb jó tippeket is tudunk adni, például arra, hogy hogyan mozduljunk ki, hogyan legyünk egy kicsit aktívak. A következő műsorunkban erre próbálunk majd fókuszálni, meg az ünnepekre, hiszen télapó is érkezik nem sokára, és a karácsony, ami azért nagyon sok ház körüli teendővel jár. Hogy hogyan tudunk ezen segíteni, ezt megmutatjuk a következő adásunkban. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Súlyosan megsérült egy gyalogos tegnap este, amikor a Szolnoki úton a gyalogátkelőhelynél elütötte egy autó. Még nem tudni, mi okozta a balesetet, de tény, hogy a zebránál nem működött a közvilágítás. A tegnapi gyalogos gázolás kapcsán felmerült, hogy a baleset helyszínén nem működött a közvilágítás. A híres.hu néhány napon belül létrehoz egy olyan e-mail fiókot, amelyre a közvilágítás meghibásodásait jelenthetik be a lakók. Többször volt szó arról, hogy egyes utcákról, illetve a belvárosból ki kellene tiltani az autóbuszokat. Most egy indítvány a helyközi és a távolsági buszok belvárosból történő elterelését tűzte ki célul. Az emberek véleménye megoszlik. Januárban indul a kórház parkolóházának építése. A nagyszabású projekt végleg megoldja az intézmény körüli parkolási problémákat. A tervek szerint 200 helyet alakítanak ki a kórház területén belül. Legyen napra kész címmel indított új szakmai fórumot a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A mai előadás fő témájának a fogyasztóvédelmi ismereteket választották a szervezők. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!